Nagyon sokat idegeskedem az utóbbi időben, és gyakran érzem, hogy fáj a gyomrom. A családunkban többen hajlamosak a gyomorfekére, lehet, hogy ez az, hogy fordíthatnám vissza a folyamatot. Bizony a gyomortáji fájdalom, főleg akkor, hogyha ez idegeskedés hatására fokozódik, akkor lehet gyomor vagy nyombélfekély. Pusztán a tünetek alapján elkülöníteni a kettőt nem mindig könnyű. Családi halmozódás is előfordul ezeknél a betegségeknél, tehát ez is megerősíthet abban, hogy lehet, hogy valóban fekélybetegségről beszélünk, hogy hogyan lehet visszafordítani a folyamatot. Ha már fekélye van, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen orvosi kezelésnek kéne, illetve kivizsgálás után orvosi kezelésnek kéne követnie. De természetesen ebben az esetben egy életmódváltás az segíthet. Ez részben étrendi, részben pedig az idegeskedésnek a kiküszöbölését is jelenti. De természetesen az orvosi vizsgálat, a megfelelő diagnózis felállítása elengedhetetlen ebben az esetben is.